Nem tudni, hogy volt-e élő fogadás a legutóbbi Paks FC Ferencváros mérkőzésen. Ha igen, volt-e olyan tippelő, aki arra tett pénzt a 82. percben, hogy 2-0-ás ferencvárosi vezetésnél a hosszabbítással együtt hátralevő 12-13 percben döntetlenre hozza a meccset a ferencvárosi Szomália sérülése miatt már ekkor emberelőnyben is játszó és már egyértelműen domináló hazai paksi csapat. Márpedig ez történt a Paks éjszakában. Előbb a 92. percben Windecker 11-esből, aztán az utolsó, a 96. perc, szinte utolsó másodpercében egy bátran tudatosan végigvitt jobboldali akció végén Sajbán Máté szemfüles módon egy határozott mozdulattal Dibusz kapujába juttatta a labdát. Bravúros paksi pontmentésnek, minden idők legizgalmasabb és legdrámaibb Paks-Fradi meccsének lehetett részese az a 700 néző, aki a helyszínen láthatta ezt a meccset. Okkal tört ki nagy boldogság a paksi öltözőben. Nézd, a taktika egy része az volt számunkra, hogy a Fradi ugye a két szélső révén nagyon veszélyesen támad, viszont kevésbé védekeznek. A bekkek pedig ugye vagy feljönnek, vagy nem, vagy olyan területek nyíltak, vagy nyílhatnak, amiket nekünk be kell tudni játszani. Úgy gondolom, hogy a fiúk ezt megpróbálták maximálisan végrehajtani, főleg a másik fél időben volt ez jellemző. Talán, hogyha még pontosabb beadások érkeznek, akkor még előbb tudtunk volna gólokat szerezni, de legyünk teljesítettenek, azt gondolom, hogy a bajnok csapat ellen játszottunk, le a kalappal, tényleg ez egy csapatépítő eredmény a számunkra, erőt kell, hogy adjon a további mérkőzésekhez. Az egyenlítő gól aligha nevezhető találtnak, a jobb oldalon a jobb hátvéd Osváth főszereplésével legalább fél tucat ilyen ígéretes akciót vezetett a PFC a második félidőben. Gyakorlók edzéseken is a szélső menjen befele, kérje el a labdákat, nyisson területet a szélsővédőnek, főleg itt a mi oldalunkon. Úgy gondolom, hogy ezt próbálunk ezt igazodni, a szélsőink is próbálják ezt játszani, próbálunk területbe belépni, visszalépkedni a labdákért, helyet csinálni. Többé-kevésbé ez is sikerült ma, már inkább kevésbé. Az előző meccseken talán jobban sikerült, többször tudtunk területet nyitni, de most a második fél időben egy kicsit felengedhetünk, hiszen 0-2 volt, nem volt vesztenivalónk, több terület nyílt nekünk is, Fradi is visszább állt, és így emiatt lehetett egy kicsit több helyen. A Fradi magyar válogatott kapuvédője Dibusz Dénes érezte, védekezésük késve elcsúszva reagál az utolsó negyed órában kialakult helyzetre, a paksi nyomása. Ezt ki kell elemezni és okulni kell belőle, hangsúlyozta a kapus, aki kiszolgáltatott helyzetben volt a gólnál. Nagy lehetőséget szalasztottunk el. Én azt gondolom, hogy 2-0 után azért ezt a mérkőzést ezt mindenképpen le kellett volna hozni. Nagyon sajnáljuk, hogy nem így lett. Nem tudom, hogy most ez mennyire volt koncentrációs hiba, meg fogjuk ezt beszélni, hogy ilyen esetben hogy kéne másképp reagálni. Összegezve a mérkőzést mindenképpen sok tanulsággal szolgál, és mindenképpen ez egy olyan mérkőzés, amire érdemes majd időt szánni, mert tényleg ezt az utolsó negyed órát ezt nagyon át kell beszélni, és mindenképpen a jövőre nézve ebből okulnunk kell. Visszatérve a PFC-hez, régebben az volt a jellemző, az utolsó percekben kapott gólokkal veszített a csapat, mostanság pedig éppen ellenkezője történik. Példa erre a Fradi utáni meccs Zalaegerszegen, ahol Ostermayer csapata 1-3-ról felállva megint az utolsó percben szerzett a bentmaradásért folytatott igen kielezett küzdelemben egy újabb értékes pontot.